Egy normális országban nem politizálnék. De nem fogom tétlenül nézni, ahogy ellopják a hazám jövőjét. Cseh Katalin vagyok, és egyike voltam a több százezer elvándorolt magyar fiatalnak. Ezért tudom, hogy milyen érzés az egyetem után kétségbe esni. Az életemet egy bőrönbe pakolni, egyirányú repülőjeggyel nyugatra vándorolni. De tudom azt is, hogy mekkora döntés a szívemet követte mégis hazaköltözni. 2015-ben hazaszeretetből tértem vissza Hollandiából a magyar egészségügybe. Magyar orvosként magyar betegeket gyógyítani. És ma is a hazaszeretet vezérel, hogy Európában küzdjek Magyarország jövőjéért. Mert változásra van szükség. 2004 óta napi 2 milliárd forintot kaptunk az Uniótól. 25 metróvonal, 500 000 lakás értéke érkezett ide. De kevesen vitték haza, amit sokaknak adtak. Én azért fogok küzdeni, hogy ezt a pénzt a jövőnkbe fektessék. Kórházakba, iskolákba és munkahelyekbe. Én Magyarország hangja leszek Európában, és Európa hangja leszek Magyarországon. Május 26-án ezért kérem a bizalmatokat, hogy Magyarország jövőjéért dolgozhassak Európában. Válaszd a jövőt, szavazz a Momentumra!